Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket az idei jótékonysági gálánkon. Akik már régóta tartoznak közénk, tudják, hogy próbáltuk mi ezt már télen tartani, tavasszal tartani. Most úgy gondoltuk, hogy hát ha nyáron már könnyedebb lesz a felkészülés, nem lesz annyi program, hát szerintem majdnem az egyik legzsúfoltabb héten vagyunk túl az iskolában, és szerintem a mai napon is többnek is, többieknek is több programja is lenne. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak és eljöttek és támogatnak bennünket. Mert függetlenül attól, hogy igazán egy időpont sem tökéletes, valahol akármilyen időpont tökéletes erre, hiszen ez a jótékonysági gála tulajdonképpen a lehetőségeink tárháza. Lehetőség a célközönségnek, önöknek, kedves szülők, hozzátartozók, hogy láthassák gyermekeiket közösségben működni, láthassák egy kicsit, kik az osztálytársaik, kik az iskolatársaik, tanáraik, és tényleg büszkén ülhetnek a helyükön, mert valami olyat produkál a gyermek, ami után tapsot kap, és örül meg, a felkészülésének eredménye van. Lehetőség ez nekünk pedagógusoknak is, hiszen azért a tanórai környezet nem ad lehetőséget arra, hogy 100%-osan megismerjük a gyermekeket, akik hozzánk járnak. Egy-egy ilyen tanórán kívüli alkalom, akár kirándulás, akár egy-egy ilyen műsorra felkészülés, egyrészt segít a közösségfejlesztésben, másrészt segít nekünk látni azt a kisgyermeket, aki esetleg matekórán vagy magyarórán szorongva lapul a padba, nehogy felszólítsuk, hogy mennyire felszabadultan tud esetleg előadni egy zeneszámot vagy egy táncot. És a legfontosabb, hogy nagy lehetőségeket rejt ez magában a kisgyermekeknek is, a gyerekeknek, hiszen amellett, hogy ugye jótékonysági gála révén a kis produkciójukat önök adományokkal honorálják, tevékenyen hozzájárulhatnak az intézmény fejlesztéséhez, amellett ők is megmutathatják, hogy mennyi minden másban tehetségesek a tanórai kereteken kívül is. Egyik kedvenc gyerekkori mesehősöm Pippi Langstrumptól kérdezték, Harisnyás Pipitől kérdezték, hogy tud-e zongorázni. Erre Pipi azt felelte, hogy nem tudom. Nem tudod? Hát ezt valaki vagy tudja, vagy nem. Tudsz, vagy nem tudsz? Nem tudom, mert még soha nem próbáltam. Én úgy gondolom, hogy ez a korosztály, a 6-tól 14 éves korosztály, az a időszak egy gyermek életében, amikor igenis nagyon sok mindent ki kell próbálnia, és csak akkor fogjuk meglátni, hogy tényleg mi az, amiben igazán tehetséges. Nagyon sokszínű, sokféle műsort fognak ma látni, nagyon nagy szeretettel készültünk rá a gyerekekkel az élen, remélem nagyon jól fogják érezni magukat. Köszönöm szépen! Silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Undo my side, undo what hurts so bad, undo my pain, gonna get up through the rain. I know that I am over you, at last I know what I should do. Undo my side.
I'd like
Petőfi Sándor, híres város az Alföldön Kecskemét. Híres város az Alföldön Kecskemét, ott születtem, s annak köszön könyerét. A búzáját magyar ember vetötte, k a kastéllyel szép mönyecske sütötte. Nincs én nélkül mesterségöm, nem is kő, van az én jó keresetöm, jobb se kő. Volt is, van is, lösz is, hiszem Istenem, még utast lát pusztába két szömöm. Ó, más pálya nyárgős lovam, nem vöttem, szögényleg én szép szörivel szöröztem. Csillagos a feje, kese a lába, mögereztem a szél sem ér nyomába. Ezön járok, mint kis király kényösen, borjú szájas üngöm lobog szélösen, süvegöm a jobb szememen viselöm, minden ember elett, meg se emelöm. Bebenézök a bugaci csárdába, összöm, iszom, kedvem szerint rovásra. Ölégségös italom van ott nékön, mögfizetöm, böcsületöm nem sértöm. A vármegye embereit pejlóvan, csak olyan jól megismerik, mint magam. Ha érköznek, nagyot nyerít, rátermök, s ha rajt vagyok, hát jöhetnek már őkemök. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak. Jónak lenni iszonyúan unalmas, és amellett fárasztó is. Ha sokáig ülsz mozdulatlanul egy széken, elzsibbad a lábad. Ha késsel villával igyekszel enni, kirepül a hús a tányérból. A felnőttek folyton csak azt mondják. Legyél jó! Ne legyél rossz! Könnyű azt mondani, mert hiába mondják azt a felnőttek. Addig örüljön egy gyerek vagy! Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb, mint gyereknek. A felnőtt olyan ruhát vesz fel, amilyet csak akar. Akármennyire kimelegedett, nyugodtan ihat egy pohár vizet. És olyan halkan köszönhet, amilyen halkan csak akar. A felnőtt azt csinál, amit csak akar, a gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. A felnőtt folyton rászól a gyerekre. Vedd fel a pulóveret! Mosd meg a kezed! Nézd a lábad előtt! Rakd el a játékaidat! Ne rágd a körmöt! És ha a gyerek nem fogad szót, akkor az következik, hogy... Hányszor mondjam, hogy mosd meg a kezed? Így nem lehet asztalhoz ülni! Hányszor mondjam! És ha a gyerek még mindig nem fogad szót, akkor az következik, hogy... Hányszor mondja, hányszor mondja, hányszor mondja! És a felnőttek ezt olyan sokszor tudják mondani, hogy a végén a gyerek mégiscsak szót fogad, és megmossa a kezét, és felveszi a pulóverét, és a lába elé néz, és nem rágja a körmét, és elrakja a játékait. És akkor a felnőtt végre boldog. Van olyan felnőtt, aki úgy boldog, hogy mosolyog, és azt mondja... Látod, fiacskám, tudsz-e jó is lenni? De van olyan felnőtt is, amelyik akkor is csak a fejét csóválja, és azt mondja... Mondd, fiacskám, nem tudtál volna mindjárt szót fogadni? Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Én egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatom, amit csak akarok. Fogmosó pohárban csiráztatnám a datolyamagot, és minden ebéd előtt megennék egy ekkora tábla csokit. Kézzel fognám a legyeket, persze, csak akkor, ha addigra megtanulnék legyet fogni. Hátrafelé mennék az utcán, és akkor átfüttyentenék, hogy mindenki megjedne. Ha én felnőtt volnék, akkor vendégségben mindig kalimpálnék a lábammal a széken. Sose fújnám ki az orrom, csak szipognék. Ha én felnőtt volnék,
és megnősülnék, olyan lányt vennék feleségül, aki sikít, ha meglát egy krokodilt, de nem mondja rá, hogy undorító és fúj. Én, meg a lány, akit feleségül vennék, annyit mászkálnánk négy kézláb a padlón, amennyit jól esik. És közben olyan hangosan fújnánk a papírtrombitát, ahogy csak tudjuk. Mi ketten lennénk a felnőttek, és így senki se szólhatna ránk, hogy hagyjuk abba, mert megőrül. Ha én felnőtt volnék, és megnősülnék, sok gyerekem lenne. Mert szeretek olyan játékokat játszani, amihez sok gyerek kell. A sok gyereknek én lennék a papája, és a lány, akit feleségül veszek, meg a mamája. Én, meg a lány, akit feleségül veszek, meg a gyerekek, egész nap csak játszanánk fogócskát, bujócskát, és amikor még több gyerekünk lesz, akkor futóversenyt, ugróversenyt, és rollerversenyt is rendezünk. A mi gyerekeink sosem árulkodnának, sosem verekednének, sosem sírnának, mert én nem szeretem az árulkodós, verekedős, sírós gyerekeket. Vendégségben mindannyian ugyanúgy kalimpálnánk a lábunkkal. Ebéd előtt elosztanánk a nagy tábla csokit. Valamennyien hátrafelé mennénk az utcán. Nyáron minden gyereknek ugyanannyi fagylaltot vennék. Csak én kapnék egy kicsit többet, mert hát én vagyok az apukájuk. De jó volna, ha felnőtt volnék. Csak egy dolgot nem értek. Az én apukám és anyukám felnőtt. De miért mossa meg mégis a kezét? S miért nem rágja a körmét? S miért néz mindig a lába elé? S mégis miért pakolja el a holmiát? Egyszer még meg fogom tőlük kérdezni. Szeress, úgyis a szúra tüskét.
magam után egy kupit hagyok, ami a szívemben a számol, pedig néha nagyon bánom. Nézd el nekem a nagy arcom, magammal bent a marcom. Nem vagyok rossz, szép a lelkem, ha nehéz is, lásd meg engem. That girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain. Utasaink. Üdvözöljük Önöket a Szent Imre Légi Társaság 2 B-jelzésű járatán. Helyezkedjenek el kényelmesen az ülésekben. Felszállás előtt kapcsolják be biztonsági öveiket. Utazás közben a folyosót szabadon használhatják. A vészkijáratot a gép bal oldalán találják. Oxigén maszkra ezúttal nem lesz szükség. Repülésük biztonságát a kapitány garantálja. A hajtóműveket indítja a 2 B-osztály. Dőljenek hátra és élvezzék a repülést. Kellemes utazást kívánunk! Yeah.
Petőfi Sándor. Kinna ménes, kinna pusztán. Kinna ménes, kinna pusztán, a betyárok ország útján. Benne a csikós a csárdában, iszik Isten igazában. Hadd igyék, ha kedve tartja, aki száradott a torka. Nem is csoda éj melegben, süt a nap eszeveszetten. De ha beballak kent bátyja, iszogatni a csárdába, legyen gondja a ménesre, bízza kelmed jó kezekre. Ott kín hagyott három bojtárt, egy sem ér egy hajítófát. Mindhárom azzal mulat, hogy alszik a kalap alatt. Egyebökkel nem gondolnak, ha megpörköl is a nap. Hát amott Kecskemét felől, a homoktorlatok megöl, kilépeget szép lassacskán egy szép sötét pejparipán. Csak jön, halk lépést tart, egyszer a méneshez ugrat, kiszakít egy jó nagy falkát, kiskunság, most Isten hozzád! Fáradalap, már alant jár, egyre nyargal még a betyár, és előtte a paripák, csattog-pattog a karikás. Jön a csikós a csárdából, gyógyulóban mámorából, a bojtárok ébredeznek, nagy híja van a ménesnek. El az egész kerületbe, lókeresni szedte-vette, de hiszen kereshetik már, kit Szabadkán, kit Kikindán. Thank you.
sitting here in the boring room. It's just another race in the afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Turning my head up and down.
On a time. Egyszer volt, hol nem volt. There was a poor man. Volt egyszer egy szegény ember. He had a wife. Volt egy felesége. Two naughty sons. Két rosszont fia. Three lively daughters. Három elevel lánya. And a few animals. És néhány állata. They lived in a very little one-room house. Egy icipici egyszobás házban éldegéltek. Because they were so crowded, the man and his wife often argued. Mivel ilyen zsúfoltan éltek a szegény ember meg a felesége, gyakran vitatkoztak. The children were noisy and they fought. The hut was full of crying and quarreling. A gyerekek zajongtak, verekedtek, az egész ház kiabálástól és veszekedéstől volt hangos. The man had a neighbor, a wise man. One day, when the poor man couldn't stand the crowd and the noise anymore, he turned to him for help. Az embernek volt egy bölcs szomszédja. Egy nap, amikor a szegény ember már nem bírta tovább, hogy heten élnek ebben a kicsi házban, és ekkora a zaj, hozzáfordult segítségért. Oh, wise man, please help me. Things are in a very bad way, and they are getting worse. We are very poor. The seven of us all live together in this small house. It's crowded now, and it's very noisy. Can you help me? Let me think. Tell me, have you got any animals? Perhaps a chicken or two? Yes, I have. A few chickens, a few ducks, and a couple of rabbits. Oh, fine. Now take your rabbit, your chickens, and your ducks into your house to live with you. Are you sure? Yes, do it. The poor man did as he was told. A szegény ember úgy is tette, hogy a bölcs mondta. Hazament, és a csirkéket, a kacsákat és a nyulakat beköltöztette a házba. There were now seven people and 11 animals in the little house. In a few days, there was not only crying and quarreling, but it was even more noisy and smelly too. Most már 7 ember és 11 állat is élt a kicsi házban. Néhány nap múlva nem csak kiabálás és veszekedés, de még több zaj és büdös is volt. When the poor man couldn't stand it any longer, he went to the wise man again. Amikor a szegény ember már nem bírta tovább, mert úgy érezte, ennél rosszabb nem lehet, ismét a bölcs szomszédhoz fordult. Oh, wise man, please help me. Things are in a very, very bad way, and they are getting worse. It's crowded now, it's very smelly, and it's very terrible. Look at this. Tell me, have you got a cow or a pig? Yes, I have a cow, a donkey, a pig and a goat too. Oh, fine. Now take your cow, your goat and your pig into your house to live with you. Okay. Are you sure? Tell me as I say. Okay. A szegény ember vonakodva, de úgy tette, hogy a bölcs mondta. Hazament, és a szamarat, a tehenet, a disznót is beköltöztette a házba. There were now 7 people and 15 animals in the little house. In a few days, there was not only crying and quarreling, but it was even more noisy and very, very, very smelly too. Most már 7 ember és 15 állat is élt a kicsi házban. Néhány nap múlva nem csak kiabálás és veszekedés, de még több zaj, és nagyon-nagyon-nagyon büdös is volt. When the poor man really couldn't stand it any longer, he went to the wise man again. Amikor a szegény ember már végképp nem bírta tovább, mert úgy érezte, ennél rosszabb már tényleg nem lehet, ismét a bölcs szomszédhoz fordult.
Oh, wise man, please help me. Things are in a very, very, very bad way, and they are the worst in the world. It's very, very, very smelly, and it's very, very, very noisy. Can you help me? Okay, you have got your lesson now. You can let your animals out of your house. I will. I do it right away. Szegény ember rohant haza és kiengedte a csirkéket, kacsákat, nyulakat, a kecskét, a disznót és a tehenet a kicsi házból. That night the poor man and all his family slept peacefully. Aznap éjjel a szegény ember és a családja végre békésen aludtak. The next day, the little house wasn't crowded at all. The children weren't noisy and they didn't fight. It was peaceful and quiet. They could see it couldn't be better. A következő nap a kicsi ház nem is volt zsúfolt. A gyerekek nem hangoskodtak és nem veszekedtek. Nyugodt és csendes volt minden. Rájöttek, ennél jobb nem is lehetne. I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back.
Ready? 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 Ready?